titánépek. Holákmentes szervereket kívánok. Hoztam egy csatát az ISU 152-vel. Hát előbb akartam ezt a TD-t, mert igazából nem volt vele annak idén semmi bajom, bár én utoljára, amikor játszottam el, akkor még a BL9-es gun volt rajta, most már az csak a 704-es objektumon tudjuk megtalálni. A pálya Himmelsdorf, top 10-esek vagyunk, és igen, jó sejtitek, hogyan veszítsünk, top 10-ből című kategória lesz, mert majd olcsom majd a bundámat. Na, egész jó legénység van rajta, 1485-nél töltött pótkaja nélkül. A goldunk, vagy a AP-nk az 260-as pen 750-es alfa, a goldunk 292 és 750-es alfa, a repeszünk nagyon hatékony, ha valamit be tudunk szórni. Na, egy köcsög van a csatába, és nem lesz hozzá semmi közöm, majd lesz itt egy-két fai lövés is, meg egyebek. A speed boost-tal megyek, na, igazából egy nagy kalibert azt hiszem össze fogok lőni, valami 4 vagy 5k lesz, mire szétlövik a fejemet, de hát itt megint az van, hogy aki ért hozzá, az aljatírbe van, sajnálatos módon, mint a Thunderbolt STRV, hát én megjelölt top tierből egyszerűen képtelen vagyok. Na, 252 mindjárt belefutott egy 783-ba, így fél snapből. Meglehetősen random tud lenni ez a gán, olyan oroszos, de a nagy alfa az általában kárpótol minket. Na, volt egy T25-ünk, Balacskó, nem tudom, hogy hol van, Skoda is ott fennégerkedik. Na igen, ezt elbasztam, de se baj. Szupercseppikét gyorsan elloptuk, nem értem meg, tudom, de egy gánnal kevesebb. Ha ezt nézzük, akkor jó volt. 3-2, nem tűnik olyan szarnak a helyzet. 50 TPR-ről keményen küldi, de majd kapu és a pofájára tőlem. Megbaszom a száját, de az már késő lesz. Hát igen, erről beszéltem, tehát eléggé random tud lenni a gán, pedig jól emlékszem, becéloztam rendesen. Na mindegy, se baj. Nem rajtam fog elúszni a csata. Jön a VZTD. Jött, ameddig vissza nem fordult, vagy meg nem állt. Hát ő úgy döntött, hogy ő ki akar nézni rá. Hát gyere bátya, ezzel a 260-as pennel tudok én jókat csinálni. Kapod mindegy 7-6 feltett oldalból. 6-4. Sajnos már kezd összeburulni az egész bizniszünk. Sajnos Igor hét egyelőre nem játszik. Mert nem játszik. Pancser 2 sem játszik, majd ő lesz a végzetem. IS-2-2-nk a stokkos tolony alapján. Úgyhogy ez még probléma lesz. Ki vagyok spotolva, nem is nagyon tudok igazából mit kezdeni, hova menjek, mert nem arról híres az is, hogy nagyon tud mozogni. D29-es vágtvát itt középen, igazából vézi is jó lett volna, de hát hogyha itt felkínálja magát a T29-es, ilyen hülye módon, mindjárt onnan fogom kihagyni. Kettő kill-nél járunk, 2117 damage-nál, az Eagle 7 az megúszta, de majd kapok tőle egy pofont, de majd ő is kap tőlem. Ezt a lövést el fogom rontani masszívan. Nem mondom tovább, majd akkor a következőt? Valamit elrontok rajta, szerintem, hogy már megvolt. Ott van, gyerekek. Na, 752. Hát beborult az egész egy. Szuperpörköltünk, szenved. Kávé egy sport is itt van. Pancser 2. Sajnos szeregette a szuperpörinket. Kapott egy orbitális 773-at. Mindjárt 3600-ra feldúzzadtunk. Elfogyott az AP-lőszerünk. Úgyhogy ez van, 50 TPR-re kibaszta a izénkat, szuperpörköltünket, ezt a lövést elbombázom, erre nem feltétlenül képes ez a gán, pedig nem hiszem, hogy ilyen rosszul céloztam volna, és itt nem is voltam idegből. Azt hiszem, itt be fogok sajnos találni egy lövést attól a kurva TPR-től vagy mitől, viszont cserébe kibasztam 500 HP-ról a KVH sportot. Igen, beszoktam még egy lövést, és most neked innen lesz véget, kisfiam. Nem jó annyira az a szar, hidd el. Na, 4 kilónél járok 4650 damage-nál, és sajnálatos módon nekem már több lövésem nem lesz. Úgyhogy be is harangoztam a csatának a végét, mert ki fog baszni a Pancser 2, pedig szerettem volna még ráverni egyet valamire, de nem tudok egyszerűen ráfordulni, és bele is futok a halálomba. Így van. Na, akkor hogyan veszíts? Top tierből volt. Ennél többet nem tudtam kihozni a balhéból. 4 kill 4650 damage. Hát igen, sajnálatos módon itt is látszik, hogy olyanok vannak velem, akinek egyáltalán nem is kéne itt lenni. 4K csatával, 8-as heavy tank, 7-es prémium KV-122 1K csatával, Szentemi 0K csata, M6 0K csata, Szuszázas nem tanult megjátszani. Super Chefi, nem is értem, hogy 3K csatával hogy lehet valakinek, hogy kaphatta meg azt a Super Chefit valaki annyi év után, tehát nem játszott vele semmit, csak
nem játszott semmit az akkuntjával, de Wargaming adta neki a start, és most feljön elrontani az én játékomat. Hát ez Wargaming. Csá népek.